Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Babos Tíme a mai vendégünk, akit nagy örömmel köszöntök itt a stúdióban. Az az igazság, hogy az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, azért nevet, mert végre itt vagy, és olyan ritkán tudunk beszélgetni. És hát azért sír, mert nem itt lenne a helyet tulajdonképpen, hanem éppen valamelyik versenyen mondjuk a US Openen. De én örülök, hogy itt vagy, és szeretném, hogyha beszélnél arról, hogy hogy élted meg ezeket az elmúlt hónapokat, és már kezdve a COVID-tal, a betegséggel. Én is köszöntök mindenkit, és hát egyébként örülök, hogy itt lehetek, próbálom ezt is mindennek a pozitív oldalát nézni, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, ez jól megy jól, jól, 95%-ban jól megy, de hát persze mindig van az az 5%, ami egy picit nehezebb, ami egy picit sírósabb, de, de, de abszolút egy, egy, jó úton haladok, az biztos. Az is biztos, hogy az idei év az nagyon-nagyon nehéz volt sok szempontból egy olyan évkezdet után, ami egyébként karrierem egyik legjobb évkezdete volt, egyszerűen így minden összeomlott kezdve ugye a páros mizériával, utána az edzőmmel való balhé, aztán amikor már egy picit jobb lett minden, akkor valóban hogy jött a Covid, onnan is kilábalni nem volt egyszerű, talán picit korán is tértem vissza, így utólag visszagondolva, és, és hát utána jöttek a sérülések, először Roland Garroson rásérültem, az amúgy is sérült zemre, és hát ugye Wimbledonban a csúszós füvön sajnos elestem, és annak, igen, az, az, annak a következményei azok, hogy most, most itt vagyok, és nem épp a US Open-en. Menjünk ezeken szépen sorba, kezdjük a párossal, tudsz nekünk valami olyan pozitívumot mondani a jövőre nézve, amiből tudhatjuk, hogy azért rendben lesz majd ez a páros dolog? Hogy ne tudnék, szerencsére azért több játékossal játszottam már jól karrierem során, természetesen kikivel játszottunk a legjobban, most a következő hetekben fogunk majd beszélni arról, hogy ő is mit tervez a jövő szempontjából, vagy a jövőre nézve, viszont én abszolút nem tartok attól, hogy, hogy ne találnék egy olyan párt, akivel ugyanúgy nagyon sikeresek tudnánk lenni, hiszen másokkal is nyertem nagy tornákat, világbajnokságot, illetve illetve idén is azon az egy-két versenyen, amikor normális partnerem volt, és olyan, akivel tényleg tervezhettem volna, ott is nagyon jó meccseket tudtunk megnyerni. Úgyhogy nem félek attól, hogy ne egy jó partnerem legyen, de hát nyilván Krisztina lenne a prioritás. Remélem, hogy látunk titeket együtt majd, mert nagyon jó látvány, nagyon szép látvány az, amikor ti játszotok, és hát nagyon eredményes is. Sérülések. Ugye egyrészt az ahilesz, másrészt a csípő sérülés. Egyik sem könnyű eset. Mi az, amit tudtok csinálni addig, amíg a teniszpályára nem tudsz visszamenni? Így van, az ahilesz... Ö nem könnyű, de, de, az még kezelhető, oda inkább türelem kell, bár mindenhez türelem kell, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy azt, azt tudjuk folyamatosan trenírozni, és, és, annak már látható és érezhető eredményei is vannak, hiszen már a múlt héten el tudtam kezdeni minimálisan futni, teniszezni, és azért lassacskán már tudok, és hát a, a csíp az, ami inkább hátráltat néha-néha, ott, ott egy részleges szakadás történt, amit mondjuk mondjuk úgy kell elkezelni, mint a térdben a miniszkuszt, úgyhogy most azt próbáljuk uh, uh, helyrehozni, rehabilitálni, és, uh, és hát uh, nagyon remélem, hogy, hogy, ez minél hamarabb helyre jön. Azt kijelentem, hogy engem műteni nem fognak, ezt én bátran kijelentem, úgyhogy uh, mindent uh, annak érdekében teszünk, hogy, hogy valóban egy műtétet elkerüljünk. Volt ilyen hosszú leállásod? Soha életemben nem, 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 volt. Tehát bármilyen sérülésem volt, tehát mondjuk ez az aki lesz is már két éve, több mint két éve bajlódom vele, néha jobb, néha rosszabb volt, de um, hát ugye ez az első Grand Slam torna, amit tíz év után kihagyok, um, ott volt az olimpia is, úgyhogy... Meg a öm, magyar nagy díj. A magyar, igen, a magyar VTA, úgyhogy most így pont három olyan versenyt hagyok ki, ami, ami azért nagyon nagy szívfájdalom. Nézzük meg akkor ezt is az egyik szemem sír, a másik pedig nevet oldaláról. Mi az, ami, ami az pozitívum mindebben és mi az, ami a legrosszabb? Mindenféleképpen pozitív az a része, hogy most azok a problémák, amik már évek óta kísérnek, azokat most van időm helyre tenni, itthon lehetek annyit, amennyit még soha, tényleg az, hogy itthon lehetek a családdal, barátokkal, barátommal, tényleg ez nagyon-nagyon ez, ez pozitív, és, és ez az, ami feltölt, tehát azt is bátran kijelentem az elmúlt években, már egyre jobban éreztem azt, hogy, hogy nem tudok annyit utazni, mint amennyit mondjuk 20 éves feljel. És ez miért? Mi az, ami ebben a legnehezebb, vagy a legmegterhelőbb? Hát nyilván az ember, vagy hát én is már 12 éves korom óta, tehát már 17 éve utazom, tehát az azért már egy kicsit sok évi, 40-45 hetet nem 5-6 hetet, úgyhogy ez az állandó táskából élés, állandó repülés, hotel, azt se tudod már, hol kelsz föl, mit csinálsz, tehát hogy ez az állandó aklimatizáció és, és, alkalmazkodni a dolgokhoz, ez nagyon-nagyon megterhelő, és ugye a tenisz egy rendető magányos sport is, úgyhogy nagyon sokat vagy egyedül, kevés igazi barátod van, úgyhogy ezt így, ahogy, ahogy, ezek így rakódnak egymásra, egy idő után sok volt, úgyhogy például a tavalyi leállás az nekem nagyon jó, jó, jött, meg is látszott az év hogy tökre aktív voltam, és nagyon-nagyon és élveztem a játékot, és, és pont édesapám, aki talán a legjobban ismert, mondta, hogy ő rég látott ennyire élvezettel edzeni és készülni, pedig hát aki szintén ismert, tudja, hogy én nagyon melós vagyok, meg, meg imádok teniszezni, úgyhogy ez így egy picit sok volt, és most, most ez így tök jó, hogy ez megváltozott, de hát nyilván a negatív része az az, hogy hát nem edzeni akarok, én versenyezni akarok, én stadionokba akarok menni, mint itt láthatjuk, <gül> <gül> itt a gyönyörű Elháza Puskás, igen, a Puskás arénában, tehát hogy bárhol a világon, hogy így belépsz, és, és tényleg az az őrjöngés, ami fogad, úgyhogy ezek azok, amik nagyon hiányoznak. Te nagyon jól tudod, hogy milyen az, amikor a Covid megtámadja az embert, de hát az egész világ küzdik most ezzel ennyi utazással és idegen helyen, amivel ez a sportág jár, ez egy teljesen más történet, főleg úgy, hogy egy ilyen betegség után, még hogy oltás után is akkor is visszatérni, hogy ne maradjanak komolyabb problémák, elképesztően kell vigyázni magatokra. Mennyire megoldható ez? Szerencsére azért így az elmúlt egy évben már több tapasztalatot gyűjtöttek, mind a VTA, mind az ATP részéről, úgyhogy próbálják a maximumot kihozni a versenyek. Vannak érthetetlen szabályok, számomra mindenki számára érthetetlen szabályok, de de azért még mindig nem tökéletes a rendszer, ahogy tudják védik a, a sportolókat. Itt most Wimbledon tudnám felhozni példának, hogy még mondjuk a, a futballmérkőzések alatt, mennyi fertőzés, mennyi probléma alakult, addig Wimbledonban talán az egy tizede vagy egy húszada sem, úgyhogy azért így a, 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 a teniszben próbálnak egyfajta rendszert kialakítani. Ebben az időszakban, amikor a teniszpályán nem tudtok edzeni, de azért mégiscsak valahol szinten kell tartani magad, hogy ne a nulláról kezd, amikor majd a játék újra elkezdődik. Mi az, amit tudtok csinálni, és amiből előre tudsz lépni a következőkre nézve? Igazából, amióta sérült vagyok, minden nap ugyanúgy edzek, majdnem ugyanannyit, sőt, még többet, hiszen... Ez Um, rengeteg olyan aprólékos munka van, ami az tényleg ez a türelem kell, és, és az a hozzáállás, ami, ami így, um, talán el is, amit el is felejt az ember, szerintem bárki nem egy ilyen sportoló az, hogy, hogy tényleg ez a lépésről lépésre nyugodtan, tehát hogy vannak olyan feladatok, ami, ami most kis túlzással a kis ujjamat mozgatom, és, és ott azt csinálom 30 percen keresztül. Ezek a legnehezebb. Igen, és, és újra kell tanulnom majdnem, hogy járni, mert hogy, hogy az idők alatt tökre megváltozott a testfelépítésem, a mozgáskultúrám, nem úgy megyek, ahogy kellene, tehát hogy ilyen annyi apró kis, kis dologra kell figyelni, és ez rengeteg időt vesz igénybe, úgyhogy már annak körülök, amikor például pályán vagyok, úgyhogy most így mondom, az elmúlt tíz napban már négyszer-ötször így teniszeztem édesapámmal, és hát az a könnyebbik része a dolognak, az biztos. Amikor elfogy a türelmed, és nincs teniszütő a kezedben, amit mondjuk földhöz vágnál akkor mit csinálsz? Um, hát ezt az edzőimet kereszthetjük meg, mert valószínűleg rajtuk vezetem le a feszültséget. Mire számít az, mennyi idő az, amire vissza fogsz tudni térni legalább egy 70%-os állapotban? Mert ugye a többi az majd a versenyekkel jön meg. Um, hát én nagyon remélem, hogy így november-december környékére már uh, tudok, versenyezni. Tehát, hogy most így folyamatosan építjük föl, Szerintem egy két hónap alatt a teniszt is vissza tudom nyerni arra a szintre, és hát ahogy mondtam, itt, itt nálam egy opció van az, hogy, hogy rehabilitálva helyre jön, hiszen azt azért tudni kell, hogy a műtét utána egy éves kihagyás jelentene, ez állam nem opció. Úgyhogy, úgyhogy nagyon remélem, hogy még idén pályára léphetek, ha nem, akkor legkésőbb azért az ausztrál open, az, 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 az legyen ott. Nagyon előre szaladok, tudom, de egy kicsit gondolkodtam, hogy miután már csak három év a következő olimpia, akkor ott azért be tudott pótolni az idén elmaradott dolgokat. Hát nagyon szeretném, igen, egy, egy olimpiai ciklus az még biztos, hogy, hogy bennem van, akkor leszek ilyen 31 éves mondjuk, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy addig most mit hoz a jövőd, de ezt én is mondom, igen, hogy tök jó, hogy most már csak három évet kell várni mondanám, hogy ne akkor találkozzunk legközelebb, de találkozunk akkor legközelebb, és addig ne érjél rá, hanem járd a világot, és szerezd a győzelmeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.